Vármegyei kötődésű alkotók tollából született a projekt nyitó előadása, melyet Máté Szalkán mutattak be csütörtök este az Ifjú Kölcsei címmel. A musicalt 12 alkalommal játsszák majd a Vármegye nagyobb városaiban. A Kölcsei Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében című programsorozat része többek között egy vándorkiállítás, amatőrművészeti találkozó, szakmai konferencia, egy emlékkönyv és egy kölcsei életútját bemutató képregény is. Kölcsei Ferenc öröksége és a himnosz 200. születésnapja alkalmából készítettük ezt a projektet. A topos programok része ez a projekt, nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen Kölcsei Ferenc valóban egy nagy büszkeségünk és márka nevünk is, vagy címkék is lehetne. A himnusz földjén élünk itt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében, és hát ezért egy olyan programmal készültünk, amely színházi előadást jelent, musicalt jelent, Kölcsei életművéről, illetve himnusz születéséről szól. 12 helyen fogjuk a vármegyében bemutatni ezt a darabot. Elsőként Máté Szalkán csütörtök este lesz egy bemutató, aztán pedig a vármegye számos pontján, járástékhelyeken, középiskolások, illetve ifjú korosztály, fiatal felnőttek számára lesz lehetőség ezt a darabot megnézni. Mind a plakátok, helyi eszközökön keresztül meghirdetjük ezt az előadást, és reméljük, hogy minél többen meg fogják nézni. Ezen túlmenően egy gigant plakát is, plakátkampány is indult, amit már a vármegye számos pontján lehet látni. Kölcseinek a sziluettjével és a himnuszra való felhívással, Kölcsei kézírásával a himnusz, illetve az, hogy 200 éve született a himnuszunk. Aztán készül képregény, emlékkönyv az évforduló alkalmából, vándorkiállítás és rendhagyó irodalomóra is, amelyet iskolákban fogunk bemutatni, illetve hívjuk a középiskolás korosztályt ezeken való részvételre. Az itt felsorolt programok és kiadványok célja a térségi identitás erősítése, a kulturális örökségünk ápolása.